A Tolna megyei fejlesztési ügynökség non-profit közhasznú Kft. Február végén elektromos okosmérés, okos hálózatok és kapcsolódó megyei fejlesztésekről tartott tájékoztatót a PTS-ek szerdi karán. Pálmai Zsolt a megyei fejlesztési ügynökség külső szakértőjeként tartott előadást a Setup projektben megvalósult eredményekről. A Setup projekt az egy nemzetközi együttműködési projekt, és alapvetően elektromos okosmérésről, illetve elektromos okos hálózatokról szól. Az okosmérés az egy olyan villamos mérést, villamos fogyasztásmérést jelent, ahol negyed óránként a villamos mérő, ami telepítve van családoknál, háztartásokban, jelet küld a rendszerüzemeltetőnek, ahonnan kapja az áramot maga a háztartás, és így akkor nyomon követhetővé válik a lakás, vagy hát a lakók számára az, hogy mikor fogyasztanak sokat, mikor fogyasztanak keveset. Az okos hálózat az pedig gyakorlatilag ezeket a kis egységeket, nem csak okos mérést, hanem még sok eleme van, az összeköti egész rendszerbe, és ott a rendszer egészében nézi, hogy a elektromos energia kínálat és az elektromos energia kereslet az hogyan változik időben, és akkor a kettőt azt próbálja gyakorlatilag optimálisan kiegyenlíteni, úgy befolyásolja a kínálatot, vagy pedig ösztönözőket ad a kereslet a fogyasztóknak, hogy most akkor ne fogyasszatok annyit, vagy máskor fogyasszatok többet. Az Európai Unió által társfinanszírozott Setup Interreg Europe projekt az elektromos okos hálózatokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatcserét támogatja abból a célból, hogy elősegítse az okos elektromos mérők jelenleginél kiterjedtebb használatát, valamint további energetikai elérhetővé tételét. Az utóbbiakkal együtt létrejövő úgynevezett elektromos okos hálózatok hatással vannak nem csak az energiafogyasztásra, hanem az érintett térségek lakosságának energiatudatosságát is kedvező irányban befolyásolják. Társadalmi célja a projektnek gyakorlatilag, hogy hogyan népszerűsítsük az okos mérést, okos hálózatokat, hogyan vonjunk be minél több háztartást. Ez alatt azt értem, hogy a magyarországi viszonylatban inkább információt kell szolgáltatni erről, hogy ez létezik és van, és tájékoztatni kell a lakosságot, hogy mondjuk egy okos mérőnek a telepítésével 1500 forintnyi megtakarítás érhető el, azáltal, hogy tudatosabban fogyaszt. A Setup projekt magyarországi célterületét Tolna megye alkotja. Kis Balázs, a Tolna megyei fejlesztési ügynökség projektmenedzsere, az ott folyó munkáról beszélt. Az ügynökség 2017-ben a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség útudjaként jött létre. A fejlesztési ügynökségtől rögtön megörököltünk tulajdonképpen két nemzetközi projektet, az imént bemutatott Boosty CE projektet és a Setup projektet. Jelenleg ezekkel foglalkozunk, illetve pályázunk és pályáztunk is több nemzetközi európai területi együttműködési projektben való részvételre. Jelenleg ezt tekinthetjük a legfőbb feladatunknak. Próbáljuk a nemzetközi partnerséggel járó erőnyöket, a nemzetközi jó gyakorlatokat, közvetlen brüsszeli forrásokat eljutatni a megyébe. Központi Okos Mérés ZRT a Magyar Villamos Művek Csoport tagjaként foglalkozik okos mérők telepítésével. Itt az okos mérés az nem csak elektromos okos mérést jelent, hanem a hőmennyiségnek, illetve a vízfogyasztásnak is az okos mérését, tehát ott is van lehetőség arra, hogy folyamatosan nyomon kövessük a fogyasztást. A Központi Okos Mérés ZRT-nek a projektje 2015 és 2018 között fut. Alapvetően 50 ezer főnél nagyobb magyarországi önkormányzatokat szerte az országban céloz meg. A térségből, Tolna megyéből Paks és Baranya megyéből pedig Pécsvárosa vesznek részt benne. Itt alapvetően önkormányzati tulajdonú ingatlanokban elektromos okosmérés, tehát a villanyfogyasztás okosmérése zajlik. Ez egy mindenképpen egy megalapozó projekt és egy jó projekt, mert az önkormányzatok azok jelentős intézményfenntartók, jelentős fogyasztók e tekintetben is, tehát már az ő magatartásukat befolyásolni az egy jó példa, amit majd a lakosságnak is a későbbiekben tovább tudnak adni.